Bocs. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Köszönöm, hogy itt vagytok. Hát ezen a mai élőadáson. Na, szóval... Igen, tudom, azt ígértem, hogy RTS 2 lesz. Annak is indult a dolog, de aztán úgy alakult, hogy az RTS 2 ismét felmondta a szolgálatot, úgyhogy némi kormánymű problémákkal, szóval nem lehet vele kanyarodni, és egyszerűen nem tudom beállítani, tehát hiába próbálkozok a dologgal, úgyhogy ez még egy kis javításra szorul. Így hát aztán úgy gondoltam, hogy akkor a Need for Speed lesz az, amit ma láthattok, és a következő lesz majd az RTS 2, ahogy ígértem. A Need for Speed Most Wanted az, amit ismét és újra el fogok kezdeni, mert hogy ugye biztos emlékeztek rá, meséltem, hogy minden ment és elveszett azzal, hogy a gép egy kicsikét azt mondta, hogy csókolom. Na, tehát emiatt most újra kezdjük, és akkor szerintem kezdjük. Kezdjük is el, aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Így. Nagyon jó. És akkor... egy. Így. Előbb-utóbb elindul a dolog. Jó. Na, ha bármi problémát tapasztaltok, nyugodtan szóljatok. Már tapasztalok is egyet. Pajesz fiam itt van velem, csak hogy... miért ment el a kép meg én? Csak kikattintottam, mert eléggé hangos a játék. És nem alig lehetett érteni valamit. Értem. Na, akkor vissza lépek ide a játékba. És akkor szia! Szia, Berei Zoli, örülök, hogy itt vagy. Tudom, hogy nagyon várt az RTS 2-t, nagyon sajnálom, hogy hogy hát nem az lett. És igen, a Rivals, igen, az Rivals-t ígértem. Na hát, most azaz, szóval inkább nem mondok semmit, jó? Tehát elindítottuk, működni sajnos nem akar. Talán a Windows 10, vagy valami más, nem tudom. Meglátjuk. Próbálkozom még vele, aztán majd meglátjuk. Szia Zoli, örülök, hogy itt vagy. Itt van Bajesz is, csak most ő nem látszik. És, ja, integetet átadom. És szia Tomispuri. Sajnos nem tudtam olyan gyorsan elolvasni az üzeneted. Miért lett visszavonva az üzenetem? Azt én nem tudom. Nem te vontad vissza? Mert én nem. Elméletileg te vontad vissza. Én úgy látom. Én is. Hogy te vontad vissza, de ha még egyszer beírod, akkor én nagyon szívesen olvasnám, mert pont ezt kezdtem el mondani, hogy nem tudtam olyan gyorsan elolvasni. Na! Ja, lehet véletlen visszavontam. Igen, valószínű. Nos, szóval teljesen újra kezdjük akkor a Most Wanted-et. Úgyhogy csak annyit csináltam meg rajta, hogy a kezeimhez állítottam a billentyűzetet, hogy tudjam irányítani. Ezen kívül a teljesen legelejéről kezdjük együtt. Szia Clash Fruit, üdvözöllek téged is! Zoli, kíváncsi leszek a Need for Speed-re, mert még nem játszottam vele. Szerintem a Need for Speed sorozatnak ez az egyik legjobbja. Mondjuk én az Underground 2-ért vagyok nagyon oda, de ez a másik, amit nagyon-nagyon szeretek. Meg még van egy jó pár, csak mostanában azért vagyok nagyon mérges, mert jó sok pénzért eladták annak idején, és most a Windows 10-en alig van, ami elfut. Tehát így jártam most a Rivalssal, jól föl is húztam magam rajta, úgyhogy ezért mondtam itt, amikor a Zoli bejegyzését olvastam, a Berei Zoliét, bocsánat, ketten is vagytok itt Zolik, hogy,
hogy hát inkább nem kommentálom a dolgot, mert jó kiakadtam rajta. Na, kicsúszott a kezemből a telefon, és lehet pont úgy érte, de akut csak annyit írtam, hogy sziasztok. Oké, okay. Szia, üdvözöllek. Na, éjszakkor, na, de tudok magyarul éjszakkor? És akkor kezdjük. Na, nézzük. Karrier, és kezdés. Zoli, Zolikból egy is sok, de ezer is kevés. Hát igen. Éjszakkor. Baj, ezt megjegyezte? Igen, ez igaz. Igaz, Zoli. Na nézzük. Azért mi nem nézünk ilyen csúnyán, de óvatosan is. Igen. Ezt nem lehet ki, de jó. Majd csak megnéztem, hogy esetleg át tudom-e ugrani a dolgot. Talán emlékeztek rá, itt lesz az, amikor egy darabig én is tudok nyerni, aztán elveszítek mindent, és még el is fognak, csak azért, hogy tudjak saját magamnak autót szerezni. Persze jó rosszat, mert ez ebbe itt minden jó lesz, meg lesz benne nitró, meg amit akartok. De hát innét kell elindulni, ez van. Paf. És akkor most indulunk. Aha. Rendőrök már felfigyeltek ránk. Hé! Hey! Ez a rész, ami tele van baromi hosszú átvezető kis filmekkel. Így van, igen. Ó, aranyos, emosolyod. Valahogy megpróbálom, de sikerült átugrani, oké. Okay. Egy idő után át lehet ugrani. Elejében nem engedi, de aztán egy idő után igen. Na. Bocsánatot kérek, hogyha így látnátok, hogy csöpög rólam a víz. Eszméletlen meleg van ebben a helyiségben. Várja, van egy ötletem. Jaj, be ne kapcsold a ventilátort. Csak hogy mondom, milyen a levegő. Nem jó ötlet, mert a térdem attól nagyon fáj mind a kettő. Nem, csak izére rakom. Bocsánat, ez ilyen kis magánbeszélgetés itt, mert Bence még nem ismeri azt, hogy mit jelent az ízületi fájdalom, hála Istennek. Nem rá irányítottam, hanem ide középen. Jó. Csak hogy csináljunk is valamit. Ó, nyertünk. Na. Kihagyható lett volna. Mire gondolsz? A kis filmek? Az elején nem enged átugorni valamiért, de ha egy kicsit nézzük, akkor utána igen. Na nézzük, mit ad nekünk itt tovább.
Látod? Hiába nyomkodom, most nem engedi. De majd, ha egy kicsit megy, akkor utána igen. Aha. Szóval te akkor, Zoli, hideg front érzékeny vagy. Én megmondom neked őszintén, hogy nekem már az is elég, ha megy ez a ventilátor. Az autóba például kimondottan nem akarom bírni elviselni a klímát, pedig amúgy nagyon jó dolog lenne, de... Na, most jönnek a rendőrbácsik. Ja, akkor lehet, hogy most lesz az, amikor majd elkapnak, ha akarom, ha nem, mert tönkre megy alattam az autó. Az amúgy nem az, hogy elvágta a bent az olajcsövet? A milyen csövet? Olajcsövet, vagy benti csövet. Nem, ott valami olyasmi történik, hogy egy nagy recs, és szétesik az egész, tehát mintha megszűnne a hajtás gyakorlatilag. Mert egyik ha barátom is tudod játszik ezzel, és ő azt mondta, hogy elvetleg elvágták alattad a meccs elején a csövet. Lehet, nem tudom. Én csak azt tapasztaltam, hogy az egész játékban sehol nem fordul elő az, hogy tönkre menjen az autó, de itt az elején itt igen. Szia, Kami! Örülök, hogy itt vagy! Remélem, te is élvezni fogod ezt a kis száguldozást égre-földre. Nem, még itt még be fogok érni a célba. Akkor az még egy kicsit odébb van. Ja, itt lehet, persze, mert gyűjtenem kell pénzt, hogy tudjak magamnak venni majd autót. Ha, persze, hát erről van itt szó. Zoli, nekem is csak lájtos üzemmódban megy a kis paraszt légkondém. Szobaventilátor, aha. Igen, én is így vagyok ezzel. Na, lássuk a medvét. Körverseny. Jó, ez a kis BMW. Kár, hogy... hát, hogy elveszik. És akkor utána az egészet ilyen kis limlom autókkal kell újra kezdeni. Persze annak is megvan azért a maga varázsa. Hú, de tudok már. Zümmögnek itt a hátam mögött, mint a... darazsak. Ilyen egy kör le tudva. Bocsánat itt a nagy csöndért, csak próbálok egy kicsit koncentrálni. Ó, ilyen, most már nyerünk. Megérkeztünk. Zoli, azért jó, hogy az életben nem így vezet. Igen, véletlenül sem így vezetek. Szia, Dani, üdvözöllek. Tök jó, hogy itt vagy. És örülök, Zoli, hogy ismét itt vagy. Igen, Dani, ez már nem 60-nal megy.
Na, azok kedvéért, akik a múltkor nem látták, ugye kipróbáltuk a Need for Speed nevezetű játékot, aminek nincsen más elnevezése, tehát nem Rivas, meg mit tudom én, Most Wanted, meg Underground 2, meg mit tudom én, ott Porsuit, hanem csak a simán, simán. És akkor nem is tudom. Azt hiszem 60-nal már nyomni kellett tehát ahhoz, hogy 60, 70, esetleg a 80-at elérjem, ott már nyomni kellett a nitrót. És nem akart váltani. Miután ugye jöttek a kérdések, hogy hát miért nem váltottam? Hát mert automata autóval mentem, és nem tudtam váltani. Székely bácsi kimegy az udvarra pisilni. Mikor bejön a házba, az egész gatyaszára csupa víz. Megkérdezi a felesége. Mi az esett az eső? Nem fújt a szél. Éljen! Széllel szemben. Na, menjünk tovább. Na, talán most lesz, azt hiszem, akkor most lesz. Nem, mintha annyira nagyon várnám, csak azt a részét nem annyira szeretem. Egészen határozottan valamit mondani akar nekünk. De nem tudom, hogy mit. A Minecraft-tal hogy állok? Hát, már szétnéztem benne, de egyelőre még komoly játék vagy ilyesmire nem jutotta. Kértem Bencét, hogy segítsen, mondta, hogy majd fog. Most egyelőre ott tartunk, hogy majd fog még. Szia Thomas, üdvözöllek, nagyon jó, hogy itt vagy. Na, kapunk papírokat. Ja, nem kapunk, tőlünk is elveszik. Á! Aha, most lesz az. Igen, most lesz az. Értjük. Pápám, haladjunk? Jó. Szóval most fogjuk elveszíteni az autót, mert tönkre mégyen. Így. Látjátok, most sikerült. Bérleteket gyűjtik, igen. Most sikerült átugrani. Még az a baj, hogy hiába erőlködöm rajta, tehát teljesen mindegy, hogy hanyadik vagyok. Legalábbis úgy emlékszem, hogy ebben van, de azért nem hagyjuk a véletlenre, mert ha netán véletlen mégis sikerülne, az azért tök jó lenne. Nem tudom, melyik az a verseny, amelyiknél kimondottan elveszítjük. Köszönöm szépen a feliratkozást. Rögtön mondom is, hogy kinek. Csak előbb lerázom a zsarukat, ha nem gond. Jobban mondva ők fognak, szerintem akkor most már ez az lesz. Hogy nagyon csúnyán ki fogok kapni tőlük. Hol előzött meg? Nekem föl se tűnt, hogy megelőzött. Ó, anyám tyúkja. Mind elszaladt. Jó reggelt, vissza. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Nem szeretnék az életben így ütközni. Nem valószínű, hogy hátratolatnék valaha is utána. Beszáguldoznék így a falba.
11 másodperccel le vagyok maradva. Hű, köszönöm szépen a... Ez az, amit mondtam. És akkor itt most mindent elcsórikálnak tőlem. Aztán kezdhetjük a nulláról. Köszönöm szépen a feliratkozásokat. Mr. Stwalk, köszönöm a feliratkozásod. És... nem tudom, hogy kell ejteni a nevedet. I. Levi? Köszönöm neked is a feliratkozásodat. Érezzétek jól magatokat ti is velünk. Üdvözöllek, Dorfun 8. Szia, Ádám Bartók. Sziasztok. Na nézzük. Azt mondja, ja igen, hogy a motor sem menne. Nem, az biztos. De valószínűleg nekem is így... Ennyi. Na nézzük, válogathatunk. Megmondom őszintén, én kettőt közül szoktam választani. Vagy a golfot veszem meg, ha van rá pénzem. Vagy pedig a puntót. De a golf az jobb. Úgyhogy akkor most maradok a golfnál, mert most van rá pénzem. Ó, 13-an itt vagytok. Köszönöm szépen. Tényleg, nincs elég pénzem? Nincs elég pénzem, hát ezt rendesen félrenéztem. 35 ezerbe kerül, és csak 30 ezeren van. Én meg azt hittem, hogy 35 ezeren van, és 30 ezerbe kerül. Na hát akkor marad a puntó. Éljen. Éljenek a fiatok. Na nézzük. Azt mondja Zoli. Ismét egy vicc. Zoli szokott nálunk a vicc, bocsáss meg a kifejezésért, vödör lenni. Zsán, mi volt ez a csörömpölés? Ön kérte, uram, hogy fogadjam a vendégeket virágesővel. És miért indokolná ez a csörömpölést? Csak cserepes virágokat kaptam, uram. Jó. Oké. Na. Oké. Akkor most ellátogatunk az első garázsunkba. Ó, halljátok? Egész más hangja van. De azért nem olyan vészes. Ez is megy. Már 120-szal megyünk. Múltkorihoz képest, amikor nitróval mentünk 60-nal. Az ahhoz képest ez jó. Jól van. Szóval akkor itt most megismerjük a műhelyet és egyebeket, amit persze szerintem már mindenki ismer. Na? Ja, rám vár, hogy nyomjam az entert. Ez kb. Olyan, mint amikor Bence magyarázza nekem, hogy te azt kéne ott nyomni, tudod, ott, és akkor keresem, hogy mit? Hol? Mi van? És akkor röhög rajtam, egy idő után meg már ideges. Nem is értem miért. Oh. Na, nézzük. Szóval akkor mehetünk. Nos, hát én nem azt szoktam csinálni, hogy ide-oda ugrok a versenyekre, hanem én szeretek cirkálni, mert így is úgy is kell gyűjteni egy csomó ilyen vérdíjat, meg mérföldkövet, úgyhogy ha nem gond, akkor most is ezt csinálom, kimegyünk az utcára, aztán hajrá! Aha. Ígyni, vissza a városba. A rendőr megállítja a szőkenőt. Hölgyem, kérem a nevét. Na de akkor engem hogyan fognak hívni? Oh. Aha. Na, nézzük.
Tessék, rögtön nekem jön. Szépen festett új autójával összetöri az én jó kis Fiat Puntómat. Nem, mintha én nem tettem volna ugyanezt. Na nem baj, messze van még a vége. Ha elkezd esni az eső, az azt jelenti, hogy jól állunk. Csak a hangja, lehet hallani a hangján, ahogy szegény motor szenved. De jó ég. Cserempel. Ja, igen. Ezt nem mondtam most, de... pótolom a mulasztásom. Szóval, ha majd Bence megteszi, akkor megkérném rá. Szóval készült nekem egy facebook fiók, szóval egy Facebook fiók, ami kimondottan arra szolgál, hogy ha bármi változás volna, akkor ott ti ezt rögtön megtudhatjátok. Tehát, hogyha véletlen elmarad valami, mert tudom is, én beteg vagyok, vagy el kell mennem éppen akkor kontrollra, mert ugye van egy menetrend, ezt pedig a kép jobb oldalán láthatjátok. És ehhez próbálom magam majd tartani, de nyilván például a KED, mostanában mindig kedden hívnak vissza az egyik helyre, ahova mennem kell kontrollra. És olyankor nem tudok, mert a kontroll Budapesten van, a játék meg itt, mondjuk Bács-Kiskun megyében. Nem előzöl! Nem elő... Nem... Hát nem megelőz az utolsó pillanatba! Én meg aztán neki mentem. Ó, csókolom. Na, akkor... Újraindítás 1-es. Oké. Enter. Haladunk. Na, tehát igen. Ja, most meg lemaradok. Szóval az a lényeg, hogy ezen az oldalon ilyesmikről tudtok tájékozódni. Illetve a másik dolog, hogy ti is tudtok bejegyzéseket rögzíteni. Tehát ha bármi hozzászólásotok, kérésetek egyéb van, akkor ezt meg tudjátok tenni. Ha... úgy szeretnétek ezt megtenni, hogy más ne lássa, akkor erre szolgál, állítólag van ehhez egy ilyen privát üziküldő is, nem tudom, én csak a sima Facebookot ismerem, ez, nem tudom, hogy működik ez a bigyó, de ha van ilyen, akkor meg fogom találni. Tehát ott is megtehetitek, illetve az e-mail címemen is. Most mindent megtaláltok a leírásban. Szerencsétlen autó. Ilyenkor annyira sajnálom komolyan. Tehát lehet hallani, ahogy szenved. De hogy bevágott már az előbb? Az utolsó pillanatban bevágott elém. 2000 másodperccel nyert. Komolyan. Bocsánat, rögtön olvasom a csetet is, csak ebben én még nem vagyok olyan gyakorlott. Baj ez, fiam jól megcsinálja, ő olyan jól tud játszani, meg csetet olvasni egyszerre. Nekem valahogy nem megy, tehát vagy játszok, vagy csetet olvasok. De azért igyekszem, szóval előbb-utóbb el fogunk ideig jutni. Hoppá, rendőr bácsik. Na nem baj. Mondjuk úgyis csak akkor fognak elém jönni, hogyha véletlen nyernék. Hát most már véletlen nyerek. Úgyhogy akkor most fogunk rendőrözni.
Na nézzük. Zoli, miért került börtönbe? Kérdezi a paparabot. A hitem miatt börtönöztek be. Hogy? Azt hittem, hogy a banknak nincs riasztó berendezése. Ó. Oké. Köszönöm, Bajesz, hogy kiírtad a Facebook oldalam. Ez jó ötlet volt, onnan értesültem a mai live-ról is. Köszi, Zoli. Nem az én érdemem. Bence érdeme. Igazából már régen szerette volna, hogy legyen, csak én mindig tiltakoztam. Na, akkor most valahogy meg kell lépnünk a rendőrök elől. Végül a játéknak különben szerintem ez az egyik legjobb része. Ilyenkor az ember eléggé kreatív lehet, és nem szégyen, ha ütközik. Rendőri felvezetés. Igaz, hogy ő üldöz minket, de mi megyünk utána. Értitek? Két percnél tovább kellene, hogy üldözzenek? Ezt a két jelet, ezt mindig keverem. De mindegy, mert van ilyen is, meg olyan is. Átcsapjuk. De jó, hogy kikerültem. Olyan ügyes vagyok. Különben ez annyira érdekes, mert ha bármelyik kötöknek van már ugye jogosítványa, például neked Zoli biztos van, akkor ha játszatok ezzel a játékkal, tapasztalhatjátok ti is, hogy az embernek olyan fura az, hogy tehát olyan életellenesnek tűnik, hogy így lezúzza a másik autókat. Ez jó. Az egyiket összetörtem, a másik meg ide teremtődött. Jó, hát most egy darabig akkor megyünk utána. És akkor most csókolomat intünk neki. Ó, véletlen megnyomtam a tabot. Be akartam ide... Mi a csuda? Lehet, hogy a Caplox-szal működik a... Rosszul van beállítva, fogadjunk. És akkor mi most itt félre állunk. Így, és szépen kivárjuk a dolgot. Ja, hogy itt még 4 percig kellett volna üldözködnünk. Aha. Van ez így. Na, de azért szedtünk össze egy kis mérföldkövet is, meg vérdíjat is, és még beszélni se tudok, mert miért kővet, küveteket is. Oké. Okay. És akkor most jöhet a... Lelépünk innét. És megyünk tovább. Következő versenyekhez. Egyébként, Dani, ha itt vagy még, meg azt hiszem pont itt vagy, köszönöm. Meg még a hogy hívják, mindjárt mondom, Kami.
Azt hiszem, ti voltatok, akik kérdeztétek tőlem Minecraft kérdést. Szóval egyelőre úgy tűnik, hogy tetszik. Túl sokat nem értek még belőle. Örülök, Dani, hogy élsz és virulsz. Szóval nem tudom, tehát tudom, hogy azt megígértem, hogy ma majd elárulom, hogy lesz-e belőle live vagy sem, de nem tudom elárulni. Szóval ezen még egy kicsikét kell agyalnom, mert nem sikerült még annyira mélyére ásni magamat a dolgoknak, hogy igazán lássam azt, hogy miről is szól a játék. Tehát azt odáig rájöttem, hogy lehet mindenfélét csinálni, meg mit tudom én, de ennyi, tehát értitek? De igyekszem. Tetszeni tetszik, igen. Igen, Dani, igazad van, tehát tetszik, de tehát azért mielőtt úgy belekezdenék komolyan a dologba, azért úgy szeretném látni, hogy ténylegesen mire is tudok vele menni. Mondjuk az tök jó, hogy átállítottam a saját kezemre, és úgy alakult a dolog, hogy rájöttem, hogy ez így nem lesz jó, mert nem tudom egyszerre kezelni az egeret is, meg a gombokat is. Aztán visszaállítottam az eredetire, úgyhogy, de egész tűrhető, tehát ennek nem kell össze-vissza nyomkodni a gombokat, tehát egész nyugiba is lehet egyelőre, ez nagyon tetszik. Puff. Na, ez van, amikor az ember vezetés közben nem odafigyel, amit csinál. Mondom én. Zoli, a hal. Az egy napon született velem. Halacska. Négy kör menned kell. Hát nézd, nem baj, majd legközelebb jössz, ha lesz kedved. Dani, de hosszú írtál, azt majd később olvasom el, ha nem haragszol. Mert itt minden Felolvassam. körben megtennéd, hogy fölolvasod? Köszönöm. Csak az irányítást tanuld meg, és mi mehet belőle, majd segítünk, ha nem tudsz valamit. Ó, Meg köszönöm. azt írtam még, hogy a játék alapelve a túlélés és a fejlődés. Hát túlélésben jó vagyok. Már ami a valóságot illeti. Köszönöm, Zoli, a hal. Legközelebb is itt leszel. Várlak. Írt még egyet, hogy Moni-en tavaly elrontottam a billentyűzetem, és nem nagyon mennek a gombok rajta, de a Minecraftot úgy is tudom játszani, mivel nem kell ütögetnem a gombokat. Aha. Hát, én még kezdő vagyok, tudod. Jól van. Győztünk. Azért megkérdezem tőled, Igen. hogy most beszéltünk Danival, Igen. hogy most ő is megvette a Minecraftot, és majd lennénk játszani, és hogy olyan szervert csináljon-e, hogy jön élete is. Lehet. Csak itt az a kérdés, ugye, hogy ti nektek van Minecraftotok, nekem viszont egyelőre csak MesterMC van, bár találtam egy tök jó helyet, ahol meg lehet venni olcsón hogy hívják ott a rendes játékot, tehát dobozosat, Faterán, ez itt a reklám helye, és azt meg akarom majd, de ahhoz még meg kell Hát várni. meg tudja olyanra csinálni, ha akarsz, én ott még túlélődnek. Aha. Szóval az a lényeg, hogy hát lehet, hogy volna hozzá kedvem, csak tényleg tök béna vagyok, tehát igazából mondjuk lehet, hogyha többen játszunk és segítetek, akkor talán én is gyorsabban rájövök, hogy mégis mit kell csinálni, meg hogy kell, meg miért kell.
De egyelőre még csak odáig jutottam el, hogy szétnéztem gyakorlatilag a játékban. Zoli a hal, nekem tört Minecraftom van. Aha. Nincs ezzel semmi gond, csak valahogy nem tudom. Tehát érted? Én azért igyekszem arra, hogy próbáljak, ha meg tudom oldani nyilván, akkor beszerezni, és emellett pedig hát igen, tehát főleg inkább az, tehát erre törekszem, na. Dani, túlélés, fejlődés, folytatás. Jó, ezt szerintem majd megbeszéljük. Bocsánat, gyorsan iszok egy kicsit. És nekem is, mondja Tom és Budi, nekem is ezért tört már MC-m van, de akkor majd lesz Minecraft később. Nézd, bízom benne. Igen. 25 euróért vetted, Dani, az eredetit. Tudod, mennyire a... Szabad ezt egyáltalán? Mit? Ki, így élőadásban elmondhatom én azt, hogy én hol láttam olcsóbban? Persze. A Vaterán, képzeljétek el, 2600 forintért lehet kapni vadonatúj dobozos Origi Minecraftot. Origi. Igen. Nem originál. Jaj, hát én most úgy mondom, hogy Origi, hát most ti állandóan angoloztok, én meg állandóan rövidítek. Na, ez van. Bocsánat, tudom, halljátok. Ho, kis Fiat Puntóval 167 km per órával repesztettem. Szlovákiában nem hozzák ki. Aha, hát igen, az kár. Bár mondjuk, ha máskor ilyen problémád van, akkor ez simán megoldható, mert majd megbeszéljük ezt úgy, tudod, ahogy ti szoktatok beszélgetni, vagy azon a bigyón, amin beszélgetünk. Mi ez? Messengeren. Na, akkor szerintem lépjünk tovább. Menjünk még egy kört. Menjünk még egy kört? Most látnotok kellene Bence arcát. Így, kb. Így. Kb. Így. Nem, csak keserű tenni való. Keserű, persze. Tényleg az. Tudjátok, ez a savanyú, a csokoládé. Igen. Jaj, Istenem, erről megfeledkeztem, hogy én itt menet közben vagyok. De miért is sipircelek én ennyire? Várjál már. Azt mondja, a rendőröket legyőztük, akkor most valami vagy versenyt kéne találni, vagy újabb rendőrt. Mondjuk, ha így fogok repeszteni, akkor a rendőr az gyorsan meg lesz. Mondom. Sőt, ha török zúzok, ez az, akkor hamarabb is. Figyeljetek, mindjárt mondják. Nem mondják, pedig szokták mondani. Ha az ember tör zúz, akkor mondják azt, hogy hol van. Ó, ebből már látom. Gondoltam, hogy ez lesz. Szóval igen, a valóságban hála Istennek nem így vezetek. Na, szerintem ránézünk itt a... Ne össze-vissza bolyongjunk, hanem lássuk azt, hogy mit keresünk. És most miért láthatatlanok az ikonok, ha szabad kérdeznem. Például, mi van ezzel a fotóbejegyzéssel? Aha, vissza. Vissza. Megvan. Na, GPS vezetést kérünk. Látom, nektek is tetszik. Na, szóval ilyen, igen, ilyen kb. Bocs, Bence, most meg már ilyen.
De én akkor is nagyon szeretem ám. Na, nem sokára itt. Jaj! De miért pont előtte? Na, ez most szép volt. Most már tutira tudják a rendőrök, hogy hol vagyok. Igen, igazad van, Zoli. Dang! Ez lesz itt most a legjobb. Beletalálkozok a rendőrbe, mielőtt lebírnám kapatni magamat. Mondtam. Hűha. Hát csúnyán átreppent ez a rendőrbácsi. Zúzzuk. Csak el ne felejtsek oda visszamenni. Ó, itt is van rendőrbácsi. Ráejtettünk a rendőrbácsira egy sütit. Bang! Ó, de jó, hogy pont ellentétes irányba vannak a búvóhelyek. Na, nem baj. Itt félreállok. És kihúzzuk az időt. Szuper. Igen, Zoli, tényleg így van. Különben. Bencére elég ránézni, és akkor így az ember kapásból tudja, hogy mire gondol. De most békén hagyom, mert lassan nagyon mérges lesz rám, és azt nem szeretném. Na, esik az eső. Mit lehet ebből tudni? Hogy jó úton járunk. Bazony. Legalábbis ebben a játékban mindig így van. Ó, jó lenne nem ütközni. Ne lassuljak le. Ez az. 163 km per órával lekaptak. Egy halacska kell neki, és nem lesz mérges. Ó, ha tudnád, ő nem szeret pecázni. Tényleg te szeretsz pecázni, Zoli? Közben megnézem, hogy az a másik verseny hol van, és hát elnézéseteket kérem, de tényleg nagyon... Bocsánat, még bele is vertem a kezem. Szóval tényleg nagyon-nagyon meleg van. Zoli, képzeld, beázott a tetőm. Hogy vetted észre? Tegnap, amikor a vacsoránál már 2 órája ettem a levest. Jó. Szeretsz? Zoli, szeretsz pecázni? Az tök jó. Én is nagyon szeretek pecázni. Nagyon jó ez a vicc. Berei Zoli. Bajesznak Fortnite-ban kell egy halbarát. Igen, de úgy tudom, már van neki. Te. Vagy tévedek? Én úgy értettem múltkor. Na nézzük, menjünk tovább. Ja, meg akartam nézni, hogy merre van ez a másik. Ez milyen körverseny? Ó, de szeretem. Mert még mindig jobb, mint a gyorsulási, mert azt nem tudom egyedül megcsinálni. Szembe a forgalomnak.
Látjátok, ehhez nem kell szőkinek sem lennem. De van egy ilyen vicc különben. Fiatal vezető, fiatal? Nem, bocsánat, idős. Idős vezető hallja a rádióban, hogy valaki szembe megy a forgalomnak az autópályán. Csodálkozva körülnéz. Tehát itt mindenki szembe jön. Ha-ha-ha. Megérkeztünk. Hát, nem tudom. Képes és leszorít. Jó kis Audiával. Hűha, tudok ám ütközni. Na, most még eszembe jutott, hogy van még egy-két dolog, amit nem mondtunk el, és talán érdemes volna mégis elmondani. Tehát holnap szerda van. Elméletileg ugye Bencének volnának holnap élőadásai, de itt nálunk egységesen mindenütt áramszünet lesz. Reggeltől estig. Hát, hogy este meddig, azt nem tudom megmondani. De az a lényeg, hogy nagy valószínűség szerint ezek a live-ok, ezek el fognak maradni, de ezt ő úgyis majd nagyon jól tudja, hogy hogyan tudja, na ezt most megaszontam, nektek a tudtokra adni, hogy akkor hogy is alakul. A másik dolog, ami pedig rám vonatkozik, az az ETS szimulátor kérdés. Szóval igazából nekem csütörtökön lenne egy live-om, de csütörtökön nem tudok sajnos valószínűleg, legalábbis 3 órakor biztos nem. De viszont este felé lehet, hogy igen, nem tudom. Azt tudom, hogy Bence is csütörtökön szeretne live-olni, ugye, tehát élőadáshozni a szerdai helyet. Tehát ezt úgy beszéltük meg, hogy ezt a napot átadom neki. Aztán, hogyha addigra sikerülne esetleg az RTS2-t végre használható állapotba hozni, és az ő élőadásai után esetleg befér, akkor lehetséges, hogy lesz, de ezt a Facebookon, azon a bizonyos Facebookon, aminek a leírása, illetve hát a leírása, jó van, a leírásban van a
Na meg, amit most ki is írt Bajesz. Tehát, hogy itt találjátok meg. Ide ki fogom írni, hogyha ez nem jöhet létre, mert úgy alakult, tehát nem szeretném elvenni Bencétől az időt, tehát, hogy hagy játszon veletek. Úgyhogy akkor viszont szombaton, ahogy megszoktuk. És egyébként a szombat esti az mindig is az RTS2-é lesz, úgy, mint régen. Csak most már jussunk el odáig, hogy egyszer elinduljon. Na, most pedig azért jöttem be ide a garázsba, mert elméletileg eljutottam odáig, hogy... Ja, persze. Bejöttem a garázsba, és most mi van? Vissza a városba, fekete lista, kocsi választás. De én nem akarok kocsit választani, különösképpen, mert nincs miből. Akkor most külön be kell mennem a hogy hívják, be. Ja, ott van, megvan. Tehát azt akartam megnézni, hogy maradt-e valami, amit kihagytam, akár a versenyek, mondjuk a versenyek közül nem maradt, azt tudom, de a... A mérföldkövek közül. Na, és akkor most jön a csillag, vagyis most léphetünk a fekete lista végére, ha ügyesek vagyunk. Jaj, bocsánat. Szia, Zoli, köszönöm, hogy itt voltál. Várlak legközelebb is. Na, jaj, két körverseny. Itt van zene. Ez nem gond? Haha, itt van egy golf. Mivel álltasz meg egy fogkefét? Fogkefékkel. Oké. Itt lehetett volna rövidíteni. Szegény autónyög. Teljesen ki van készülve.
Ó, csókolom, nem tanították meg, hogy hogyan kell balra kanyarodni? Mert hogy én itt bűnözök, de hogy még a taxis is. Láttátok? Direkt nekem jött. Komolyan. Ez csúnya dolog volt. Ja. Csak azért is. Mindjárt utolér. És neki van nitrója. Nem. Kinyomom a belét, kinyomom a belét. Nem mész. Az utolsó pillanatban, láttátok? Az utolsó pillanatban. Na nézzük. Szia, Kászán Man. Hogyan szólítsalak? San? Man? San Man. Üdvözöllek. Örülök, hogy itt vagy. Aha. Bajesszal ismeritek egymást. Oké. Okay. Jó. Mit mond a kémény seprő a tükör előtt? A koromhoz képest jól nézek ki. Ez jó. Barninak. Oké. Okay. Rendben. Látom, Dani, ez már neked is tetszett. Jó, akkor amhoz képest jól nézek ki. Igen. Jó, Istenem. Van még egy. Micsoda? Ja, bocs. Én nem láttok, nekem nincs több. De, amit írt Belei Zoltán. Ja, ott följebb? Aha, várjál. A fogkefés? Nem, alatta. Kicsiben. Ja, hogy mit iszik a vámpír, ha ideges? Csigavért. És tudod, mi van kiírva a vámpírnak a sírkövére? Itt lakott vámpír ripót, kivérnek nézte a hipót. Végre valami, ami tetszik Bencének. Na. Ilyen. Tudtam valamit mondani. Aj, emberek. Vagy ezt mikor fog live-olni? Holnap. Holnap? Ja, nem, bocs. Nem holnap. Holnap áramszünet lesz nálunk, úgyhogy kivételesen szerda helyett csütörtökön fog délelőtt, és elmetleg délután is. Tehát két live lesz csütörtökön, ami mind a kettő az övé lesz. Micsoda? Hát délelőtt, meg délután, nem? Délelőtt lett egy nagyon hosszú. És mert most már nem úgy van? De csütörtökön. Csütörtökön a Season 10 miatt live-olok. Ja. Reggel lesz egy hosszú live, egy 4 óra. Jó. Akkor viszont abszolút változik a téma. Klassz, hogy ezt most beszéljük meg mi is. Mármint itt Bencével. Tehát. Szerdán, igen, Dani, áramszünet lesz. Azt írták, hogy mi ez? Karbantartás miatt, tehát hogy az egész vonalat itt a környékünkön karbantartják, úgyhogy mindenütt áramszünet lesz. Ha Bence, Bajesz délelőtt fog live-olni, akkor ha hazaérek csütörtökön időben, akkor viszont mindenképpen azt az RTS2-t szerintem csütörtökön, mert én elméletileg csütörtökön amúgy is, menetrend szerint is élőadásoznék. Itt látjátok a kép jobb oldalán, ott váltogatja egymást, tehát 15 órakor csütörtökön, de ez lehet, hogy el fog csúszni, a Facebookon ott fogom írni.
Szia, Kami! Örülök, hogy ismét itt vagy. Hogy hívják az instant bagyot? Nesquik. Komoly. Oké. Na. Most aztán már össze-vissza kavartuk a dolgokat szerintem, de azért lassan majd csak értitek. Reméljük. Komolyan. Szóval igen. És akkor most mehetek még egy kört, mert az utolsó pillanatban nem lépek ki még sem, bocsáss meg. Az egyeset tudom újraindítani. Az utolsó pillanatban beelőzött őkelme. De neki könnyű, mert neki van, mi ez, nitrója, nekem meg nincs. Ó, valahova felkenődött? Nem, jön utánam, mint akit megkértek rá. Bang. Ez gyönyörű, ezt így kell csinálni. Tömörül és szépen kikerülöm, és utána szemből telibe a szembejövőt eltrafáltam. Ja, kezd esni az eső. Tudjátok, ez mit jelent? Hogy van egy kis előnyünk, de nem sokáig. És dörög, és villámlik, és gyere nekem! Én mentem neki, de jó, ő állt meg előttem. Ismét a taxisokkal van problémám. No comment. Bocsánat, nem tudom, miről szól most éppen a chat, majd mindjárt ráolvasok. Ráolvasok! Mindjárt elolvasom, inkább úgy mondanám. Ráolvasni nem szoktam. Szóval, igen. A no comment az arra akart szólni, hogy ismét elkaptam egy taxist. De innét most már akkor se hoz be engem, hogyha nitróval jön. De jó. Ráolvasol. Nem olvasok rá, Kami. Na, nézzük.
Mi lesz, ha Aladdin tonikot tölt az olajlámpájába? Gin tonik. Ez jó. Ez jó. Az új Aladdint ti megnéztétek? Igen. Igen. Látom, baj, ez is írta. Sőt, olyan szinten megnéztük, hogy azt terveztük, hogy hát ugye van ez a könyv versus film téma a csatornán, de arra gondoltunk, hogy egy kivételt tennénk, és most két filmet hasonlítanánk össze, méghozzá ezt az újat, meg a régi mesét. Tehát a Disney-s mesét. Meg a Disney-s filmet. De aztán ez még majd később. Kami, hupikék, törpikék nem lesz. Nem. Neked tetszett az Aladdin? Nekem is tetszett az Aladdin. Bár mondjuk én elfogult vagyok, nekem azért a mese jobban tetszett. De Bencének meg a film tetszett jobban. Persze azért, mert ő azt látta előbb, később a mesét. Én viszont 100 000-szer láttam a mesét, és utána láttam a filmet. De egy dolog tuti, hogy a zenéje mind a kettőnek kiváló. Szia Ádám ismét, örülök. Miről maradtál le? Hát nagyon semmiről. Megmondom neked őszintén, nem tudom, hogy ez mennyire izgi ez a játék nektek. Ezt különben azért leírhatnátok, tehát, hogy most gondolok itt arra, hogy jó, persze keretek között, hogy miből szeretnétek, hogy ezek a live-ok vagy élőadások álljanak. Most gondolok itt arra, hogy ugye a Minecraftot azt már hallottuk, hogy legyen. Erre annyira még nem tudok még mit mondani. Az LTS2-t tudom, hogy szeretnétek, és én is szeretném. A honfoglaló az marad, az biztos, mert nagyon szeretek Bencével és veletek játszani, ez így tök jó. És hát gondolkodom, igazából nagyon gondolkodóban vagyok, hogy akkor most a Forma 1-ből esetleg rakjunk be, vagy ne rakjunk be, de tehát így üzenetbe, vagy tudom is én, tehát leírhatnátok, hogy mit néznétek szívesebben, vagy esetleg ezt szívesen nézitek-e, mert én mondjuk nagyon szeretem ezt a játékot, itt az eleje ez még elég nyűgös, mert igen, ahogy Ádám írja, hogy csapattunk a Puntóval. Hát igen, csapattunk, de jó lassan, és olyan kicsit olyan nyűgvenyeli. De nyilván, ahogy haladunk előbb a játékmenetben, egyre jobb lesz. Többen kérdezték még Föntemóval. Igen. Hogy meddig fog tartani? Hogy meddig fog tartani? Hát szerintem, hogyha ezt a kört így le tudjuk nyomni, tehát most itt arra gondolok, hogy föllépünk a fekete listára, akkor utána azért arra azért kíváncsi vagyok, hogy milyen kártyákat sikerül kiválasztani, és akkor nagyjából szerintem addig úgy elmehettem volna balra, és ő el is ment. Szóval arra gondoltam, hogy ez egy ilyen rövidebb élőadás lenne, mert hogy a későbbiekben is, tehát hogy opa, hogy esetleg úgy csinálnánk, hogy ugye 15 embert kell magunk mögé utasítani. És akkor így arra gondoltam, hogy ez egy 15, igen, 15 adás lenne, és akkor mindegyik ilyen élőadásban menne egy ilyen, és akkor ameddig az tart. Tehát most még nyilván gyorsabban megy, a későbbiekben meg majd lassabban, de igen, tehát így erre gondoltam.
Bang. Oh, nem mentem neki a falnak. De jó. Ezt hívják úgy, hogy mázli. Haha, megnyertük, megnyertük! Szuper! A puntóval, igen. 183 km per óra. Azért az már valami, na, emberek. Nitró nélkül, és mindenféle turbózás nélkül egy alapautóval. Ez nagyon-nagyon-nagyon komoly, ez tök jó. Na, akkor most válogassunk. Mi a kannibál gyerek kedvenc sütije? Kérdezi Zoli. A tért kalács. Ó-ó. Akkor kerülöm a kannibál gyerekeket, mert nem tudom őket megkínálni. Ez vicc akart lenni. Na meg az igazság. Na, szóval azt szoktam csinálni, op, nektek pont kitakarja a képből az egyik kérdőjelet a az én kérdőjeles arcom. Így. Nem gond, az szerintem. Addig én így tartom a kérdőjelet. És az volna a kérdés, hogy ha... Mi lenne, ha az egyiket ti választanátok, de én csak annyit szeretnék kérni ehhez, hogy a kérdőjelek közül, tehát a baloldalit, amit nem láttok, sajnos, a középsőt, vagy a jobb oldalit választanátok. És akkor én azt fogom választani, amit ti írtok. A másodikat meg majd én választom, ugyancsak a kérdőjelekből. Tehát Ádám szerint a harmadik, azaz a jobb oldali. Bajesz is a jobb oldalira. Berézzeli, amit nem látunk, te a bal oldalira. Ádám jobb oldali, akkor eddig 3-1. Igen. Még valaki? Na? Jó, akkor 5, 4, 3, 2, 1. Ennyi! Na! Ádám, kétszer szavazol, nincs rá szükség, mert 3-1-re nyertetek. Vagyis akkor a jobb oldalit fogjuk választani. Na nézzük. Az autó! Megnyertük az autót! Ügyesek vagytok, tök jó! Na, de hogy a Zolinak is jó kedve legyen, akkor én meg a bal oldalit nyitom meg, bár azt pont nem fogjátok látni, de majd... De oda lesz írva. De látjátok a kiírást. A börtönből ingyen ki tudunk szabadulni, ez is nagyon jó, erre mind a kettőre nagyon nagy szükség van. Tök jó, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Szuper. Na, akkor csak annyira azért tovább megyünk, hogy lássuk ezt a nagy örömhírt. Kihúztuk a 15-et, most már mi vagyunk a 15-ek, és akkor legközelebb, amikor ezzel a játékkal találkozunk, akkor a 14. helyért fogunk menni. Zoli, tudtam, hogy így jársz el. Hát lehet ismersz már egy kicsit. Na, jól van. Na, fiatalok, akkor most próbálom egy kicsit gyakorolni, amit itt Bajesz igyekszik nekem megtanítani. Ugye át kellene menni ide ebbe a beszélgetésbe. Ide, igen. Hú! 206 feliratkozó. 4 ember feliratkozott.
Köszönöm mindenkinek a feliratkozást. Aki nem látja, nem látta a nevét, ugye, mert a Mr. Stwolk és Ailevi, ők azok, akiknek kiírta a nevét, de akinek nem, az azért van, mert ugye nem nyilvánosan iratkozott föl, de köszönöm. Na, várjál, az előbb is 206 volt? Szóval 206, igen. Köszönöm szépen. Ez komolyan. Nagyon köszönöm. Bár, ahogy mindig elmondom, tényleg nem vagyok olyan, hogy szia Domi, örülök, hogy itt vagy. Épp a végére értél ide, de legközelebb majd biztos többet tudsz látni a adásból. Szóval az a lényeg, hogy ez igazából én nem vagyok olyan, hogy most akkor mókus, igen, hogy nyom csengőt, meg iratkozz föl, meg mit tudom én. Nagyon örülök, hogyha valaki feliratkozik, mert ez egyfajta visszajelzés arra, hogy azért jó az, amit csinálok, és hogy van hozzá kedvetek, hogy nézzétek. De ezért is mindig nagyon örülök, hogyha van feliratkozó, viszont nem akarok ilyen erőszakos lenni, hogy akkor most kötelező feliratkozni, mert az megbutasság lenne szerintem. Tehát így azzal vacakolni, hogy na de akkor is, és létszi, és de már azonnal, és már tegnap, ha van hozzá kedvetek, és úgy látjátok, akkor úgy is megteszitek. Úgyhogy köszönöm szépen. Na, akkor én most elköszönök tőletek, további szép délutánt kívánok nektek, és akkor holnap ugye sajnos nem tudunk találkozni, ellenben csütörtökön akkor délelőtt Bajesszal, és délután meg remélem talán, hogy velem. Várom a megjegyzéseket és mindent a Facebookon, és én is jelentkezem. Sziasztok, és köszönök mindent! És akkor most mindjárt csinálom úgy, ahogy megtanították nekem. Örülök, hogy itt voltatok, na meg, hogy én is tudtam lenni végre. Én is örülök, Zoli, hogy itt voltál. Tényleg jó rég nem találkoztunk már. Na, tehát, valahogy kimászok innét. Bocsánatot kérek, kezdő vagyok, ez van. Tehát, döm-döm-döm-döm-döm-döm. Mit kell itt most akkor csinálni? Tehát, bocsánat. Bocsánat. Nézd le majd a mikrofont, és görgess ott lejjebb. Itt görgesek lejjebb? Nem, azt majd le kell nézni, ott görges lejjebb. Itt lejjebb görget. Ja igen, itt van ez az endbigyó, akkor sziasztok! És...